Sziasztok, Zsuzsi vagyok, ez a mai videó egy hamisítatlan októberi kedvencek és csalódások videó lesz, benne sminktermékekkel, arcápolási termékekkel, és lesz bizony két olyan termék, ami így bekerült a csalódások kategóriába, de nézzük is. Az első termék, amit mutatok nektek, az egy hajápolási termék. Ez a Garné Fructisnak, ez a keratinos 10 az 1-ben amlaolajat tartalmazó, ilyen hajápoló spréje, amit benne kell hagynod a nedves hajadban, és akkor úgy szárad meg. Na most én ezt a terméket az oltu től kaptam, egy másik termékkel együtt, majd ez lesz a következő termék, amit mutatok. Tehát két terméket kaptam tesztelésre, és iszonyatosan örültem nekik. Egyébként szerintem ez az első ilyen. Ilyen kis csomag, amit kaptam az oltu hogy teszteljek, és nekem nagyon-nagyon bevált mind a kettő termék. Tudjátok, én nagyon sokat küzdök a hajammal, és ezt, ezt most nagyon-nagyon megkedvelte a hajam. Én itt tényleg egyértelműen érzem, hogy erősebb, egy kicsit fényesebb, könnyű kifésülni, úgyhogy ez egy szuper jó kis termék, hogyha gyenge, élettelen hajad van jó szívvel tudom ajánlani, hogy érdemes lehet kipróbálni. Egyébként én ezzel az oltu oldalal oldallal úgy vagyok, ki fogom írni nektek egyébként ide a videómra a címüket, hogyha esetleg még nem hallottál róluk, nem ismered őket, lehet különböző termékek tesztelésére jelentkezni náluk, megkapod a csomagot, megkapod ugye a termékeket, leteszteled őket a megadott keretek szerint, és utána pedig általában ki kell töltened egy ilyen kis kérdőívet, de ezt minden egyes ilyen úgymond ilyen kis projekt alkalmával leírják, hogy mi lesz a feladatod a tesztelés során. Na, az a helyzet, hogy én valahogy egyébként elég ritkán szoktam ilyen oltótesztes tesztelésekre jelentkezni, nem tudom mi miatt, mindig lemaradok róla. Mindegy, nem is az a lényeg, az a lényeg, hogy most ezek itt vannak, tehát az egyik volt ez a Garnier ilyen hajápoló keratinos spray, ami nagyon bevált nekem, és a másik pedig úgy szintén egy Garnier termék, ez egy micellás víz, ami kifejezetten ilyen zselé állagú. Na és ez a zselé állag nekem nagyon-nagyon tetszett benne, mert annyira könnyen és jól lehet ezáltal kezelni ezt a terméket. Alapvetően ugye egyébként ezt, a, ezt az ilyen szenettartalmazó tartalmazó változatot, olyan bőre ajánlják, ami miteszeres. Nekem hál' Istennek nem miteszeres most már a bőröm, úgyhogy kifejezetten ezt nem tudom, hogy miteszeres bőrrel mit csinál, de ugye nekem alapvetően egy érzékeny bőröm van, és abszolút kedvelte, abszolút szeretem ezt a terméket, és minket is tök jól le lehet szedni vele, úgyhogy, úgyhogy én ezt nagyon nagy örömmel használtam. Van még néhány bőrápolási termék, amit most mutatnék nektek. Az egyik az egy ilyen kis termékminta, de én ebből a termékmintából kaptam, vagy 5 vagy 6 már nem is tudom. Egyébként elraktam őket, nem sokára fog jönni egy ilyen elfogytakos videóm, elfogytak termékeket bemutató videóm, úgyhogy abba is majd fogjátok látni. Na, és ez a Christian Loren krém, ezt egyébként az Eveline Cosmetics-nél kaptuk ezt a termék mintát. Azért mondom, hogy kaptuk, mert Serebánnék kincses Nikivel voltam, még szeptemberben ezen a, a Rossmannak volt egy ilyen beauty napok nevezetű rendezvénye, és ott az Eveline cosmetics a pultjánál hihetetlen mennyiségű termék mintát adtak ki, úgyhogy én nagyon is örültem annak, hogy mondjuk egy krémből nem egy ilyen kis, kis mintát kaptunk, amivel mondjuk kétszer fel tudott tenni az arcodra, és mondjuk Hát, azt így érzékeled, hogy esetleg jó teszi alapvetően a bőrödnek, vagy nem, de igazából nem tudott hosszan tesztelni. De azért egy ilyen 5-6 ilyen kis termékmintával már le tudott tesztelni szerintem rendesen a krémet, úgyhogy én le is teszteltem. És nekem ez lett az egyik olyan krém ezek közül a termék minták közül, amire így azt gondolom, hogy simán lehet, hogy így meg fogom venni következő ilyen nappali arcápoló krémemnek. Ez egyébként a Christian Lorennek egy Diamond Cream nevezetű, kréme, arckrémje, ez egy nappali arckrém, és én abszolút úgy éreztem, hogy abszolút kedveli a, a bőröm, hát, na jó, szóval, hogy ezeket nem tudom, hogy mennyire kell komolyan venni, Öm, 24 karátos aranyat tartalmaz, vagy nem, gyémántport tartalmaz, vagy nem, viszont peptideket tartalmaz, azt azért el tudom képzelni, Úgyhogy ö, alapvetően egyáltalán nem egy rossz kis krém, én örülök, hogy kipróbáltam. még egy arckrém, egy nappali arckrém, amit most próbáltam ki, ez a Balea Med -nek, ez az ultra szenzitív családjából, termék családjából, most már elég sokféle ilyen kis arckrémet lehet kapni. Ez egy ilyen az arc védőrétegét megerősítő változat, és nekem nagyon-nagyon tetszik. Ceramidokat tartalmaz, nem tartalmaz viszont helyette illatanyagokat, parabénokat, vagy semmiféle színező anyagot, úgyhogy ezért szeretjük nagyon ezt a Baleamad Med termékcsaládot. Több terméket is próbáltam már tőlük, és nekem nagyon-nagyon bevált a Báleának ez a termékcsaládja úgyhogy ezt a krémet is nagyon jó szívvel tudom ajánlani. Azért is szeretem, mert nagyon hamar beszívódik a bőrbe. Ja, ezt elfelejtettem mondani, 5% pantenort tartalmaz, ami ugye kifejezetten egy bőrnyugtató összetevő, úgyhogy a kicsit irritált bőre ez nagyon-nagyon nagyon kis jó termék. Ráadásul ugye most október volt, és az az igazság, hogy én elég sok ilyen Halloween sminket készítettem, ami azért úgy rendesen meg tudja viselni az ember arcbőrét. Na és ez volt az egyik titok, ami nekem segített mindig rendbeszedni az arcbőrömet, majd lesz még egy termék, amit majd mutatok, hogy mivel mostam le ezeket az ilyen nagyobb sminkeket, mert azért az nem feltétlenül annyira egyszerű mindig. Szóval egy picit irritált bőre, szerintem nagyon jó termék, egy ilyen nagyon általánosan nagyon sok ember, nagyon sok bőrtípusra jó tud lenni ez az arckrém, úgyhogy én abszolút jó szívvel tudom ajánlani, és ez nálam biztos, hogy ilyen újravevő is lesz, mert ez egy olyan krém, amit így azt érzem, hogy mindig jó, hogyha kéznél van. Arról pedig nem is beszélve, hogy ugye ezek a Balea Med termékek, a Balea termékek alapvetően elég jó árban elérhetőek ugye a DM-ben, tehát könnyű beszerezni, jó áron lehet őket beszerezni. Ha még egy bőrnyugtató ilyen kis termék, ami úgy szintén nagyon jó tett az utóbbi időben a bőrömnek. Ezt nem most szereztem be, hanem még azt hiszem augusztusban találkoztunk Nikivel, és akkor mentünk el a Müllerbe, és akkor néhány ilyen Kadea Veyrás, ami a Müller saját márkás termékei bőrápoló családja. Szóval tőlük beszereztem ezt a Cica Anti Redness Beauty Skinshot nevezetű Ilyen kis szérumot. Ez ugye egy ilyen kis zöldes árnyalatú szérum, de nem is ez a lényege, hanem az a lényege, hogy ez egy ilyen kis bőrnyugtató szérum nagyon szereti a bőröm. Néha azt is csinálom reggelente, hogy mondjuk ezt a szérumot teszem fel, és akkor erre jön még egy ilyen fényvédő arckrém, egy fényvédős arckrém, és ez is egy ilyen teljesen jól beváló kis trükk. Mondjuk, hogy egy picit szárazabb a bőröm, akkor azért kell még plusz hidratáló, de alapvetően nekem nem száraz a bőröm, tehát inkább erre a bőrnyugtatásra érdemes jobban figyelnem és ezt én nagyon megkedveltem. Ráadásul ez is ilyen hihetetlen jó árban lehet kapni, most bevallom, már nem emlékszem, mert augusztusban vettük, de ha jól emlékszem, ez egy ilyen 1000 forint alatti termék, mondjuk pici egyébként, ez egy 15 ml ilyen kis szérum, de azért szerintem sokáig ez elegendő lesz, ugye szérumokban nem kell sokat használni, tényleg csak pár csepp elegendő az arcbőrre, úgyhogy, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon bevált, irritált arcbőrre, nagyon jó szívvel tudom ajánlani, hogy próbáljátok ki, mert tényleg Tényleg egy jó kis, jó kis szérum. Ne, és van még egy arcápolási termék, ami bekerült így a kedvencekbe ebben a hónapban. Ez pedig nem más, mint egy arcinemosó olaj, és ezt az arcinemosó olajat, hát bevallom, én erről a márkáról még nem hallottam, Numbuzin Cleanser. Le fogom nektek írni, jó? Le fogom nektek írni, ígérem ide a videó leírásába ezt az Easy Peasy Cleansing Oil nevezetű terméket, hogy meg tudjátok keresni, meg tudjátok találni, hogyha esetleg így nektek is tetszik. Szóval nagyon-nagyon szívesen használtam ezt az arszelemosó olajat, ráadásul, Ráadásul én ezt Igedikótól kaptam az Igedikó Beauty csatornáról, ugyanis végre sikerült vele találkoznunk, és igazából ez is így a hónapnak egy ilyen nagy kedvenc történése, hogy tudtam Igedikóval találkozni. Majd így fogok néhány dolgot még mondani, hogy mi voltak, amik így számomra ilyen nagyon fontos történések voltak így ebben a hónapban, de ez is egy ilyen kis szuper élmény volt, hogy Igedikóval találkoztunk, és tőle kaptam ezt a kis arclemosó olajat, amit nagyon szívesen használok azóta is, és igen, itt visszatérve a Halloween-re, amiről ugye meséltem, hogy elég sok ilyen nagyobb sminket készítettem, na és ezzel az arclemosó olajjal tudtam igazából nagyon szépen lehozni ezeket a vastag festékrétegeket az arcomról. Ugye először ezzel az olajjal mostam le, utána ezt letöröltem egy ilyen szárazabb, ilyen vattapamacsal, vagy ilyen mikroszálas vattapamacsal, utána pedig micellás vízzel, utána sima vízzel, szóval ezt így váltogattam addig, amíg sikerült szépen letisztíteni a bőrömet. Nagyon jó szolgálatot tett nekem ez a termék, most így különösen ebben az időszakban. Van még egy termék, amit, hogyha jól emlékszem, ezt is Ildikótól kaptam. Ez a Gosnak egy termék mintája, méghozzá egy ilyen anti-redness primeret. Hát lányok, nekem ez iszonyatosan bevált. Ez egyébként egy ilyen kis zöld krém, ami kijön először a tasakból, ami utána egyébként így a bőröddel így nagyon teljesen egyé válik. Tehát maga a krém is átváltozik ilyen bőrszínű krémé. Nagyon érdekes, nagyon kedvelt a bőröm. Ez abszolút egy olyan termék, amit szerintem simán be fogok szerezni teljes méretben. Mert, mert tényleg nagyon kedvelte a bőröm, és nagyon szépen kiegyenlíti a pirosságot. Ugye nekem van pirosság az arcbőrömben, tehát főleg ugye ezeken a részeken, hát most már rajtam alapozó, tehát annyira nem látszik, de hogyha esetleg láttad videómat, amin nem volt még rajtam alapozó, azért itt látszik. Nem olyan iszonyatosan vészes, de egy ilyen kis finom pirosságot gyönyörűen el tud tüntetni, szinte néha azt éreztem, hogy elég lenne, hogyha csak így lepúderezem, egy kis korrektor, és akkor már mehetek is, úgyhogy nekem ez nagyon bejött ez a termék. És hoztam még egy bázist, ami ez úgy szintén tartozik egy ilyen jó kis kellemes történet, nem is kellemes, hanem az egyik szuper élményem októberben, hogy leutaztam Szegedre, és találkoztam Timivel és Regivel, és beszabadultunk egyébként egy DM-be is, meg kajáltunk, meg sokat sétáltunk, úgyhogy így szuper, szuper kis alkalom volt, szóval beszabadultunk egy DM-be. És én most találtam, most láttam először ezt a Super Grip Eyeshadow t ez egy szemfestékbázis. És tudjátok, én nagyon sokat küzdök így a szemfesték bázisokkal, úgyhogy mindig keresem a lehető legjobbat, és az az igazság, hogy most van is kettő nagyon jó szemfesték bázisom, de ettől függetlenül úgy voltam vele, hogy én nekem ezt ki kell próbálnom, mert, mert hogyha van még jó szemfesték bázis, azt nagyon szívesen ajánlom nektek, és ezt is nagyon szívesen ajánlom nektek, mert nekem nagyon szépen megtartotta a szemfestéket, úgyhogy abszolút, abszolút egy jó kis termék, egyébként ez így néz ki, tehát ilyen kis csőrös, Termék, és egy ilyen kicsit ilyen, hát nem tudom mennyire látjátok, mert ott van az a kis pici pöty, azért csak ennyit raktam ki, mert körülbelül ennyit kell kirakni belőle, így a szemhéjadra, ez két szemhéjra elegendő. Van szóval ez egy ilyen kis áttetsző szemfestékbázis, nagyon szépen beletapad a szemfesték, szépen tudod satírozni, tényleg minden tud, amit egy jó szemfestékbázisnak tudnia kell, úgyhogy ha még keresed, akkor próbáld ki ezt a Super Grip Eyeshadow Primert. A hónapom másik meghatározó élménye az volt, majd ehhez is kötök nektek terméket, úgyhogy azért kezdem ezt így most. Tehát a másik meghatározó élménye így a hónapomnak az volt, hogy elindítottam egy önsminkelő workshopot. Ez először is most egy ilyen kis csoportos kis workshop volt, úgyhogy ennek volt két alkalma októberben. Na és erre az alkalomra én kerestem ugye főleg drogériás termékeket, mert azt szerettem volna, hogy olyan termékeket használjunk, amit utána, hogyha esetleg tetszik, bevált, működött, akkor akár meg tudtok venni a drogériákban. És nem ilyen iszonyatosan drágák. Na, úgyhogy innen indultunk, ezért mostanában elég sok drogériás terméket teszteltem, és nagyon élvezem egyébként. És az egyik meglepetés számomra az a sínek, ez a folyékony rúzsa, ez a Silk, Silk Matte Liquid lipstick -je. egy gyönyörű ez a piros árnyalat, sajnos nincsen egyébként rajta, hogy így mi az árnyalat neve, de egyébként azt hiszem olyan 5-6 árnyalatban kapható, tehát hogy nem olyan hűdesok, Na és ez az a rúzs, amit én tuti, hogy meg fogok így magamnak is venni, mert ugye amit így egy ilyen alkalommal használunk, ott akkor ugye nem használom ezt a ezt a kis kefét, hanem kis ecsettel tesszük fel így az ajkakra. Szóval, mindegy, értitek, az egészen más, amit így közösen használunk, vagy amit én így a saját kis kollekciómban, mindennapokban használok. Gyönyörű ez a rúzs. Nagyon szép, egyenletes, tényleg egy ilyen sejmes fénye van, tehát egy ilyen sejmes mat hatása van, nekem nem ült be a ráncokba, tulajdonképpen egy három órát én végig beszéltem ebben a rúzsban, ittam közben, és, és, nagyon szépen fennmaradt. Nyilván egy ilyen intenzív három óra végére azért látszott rajta kopás, tehát hogy ez nem egy olyan rúzs, amit reggel felraksz, este lemosol, de egy gyönyörű, nagyon szép egyenletesen kopik, tényleg tudjátok, nem ül bele a ráncokba, szerintem ez nagyon fontos, és nem szárította ki igazán az ajkaimat. Nyilván egy picit kiszárítja azért, vele egy folyékony rúzs és matraszáradó rúzs, ezért valamennyit szárít, de nem olyan brutálisan. Úgyhogy nyilván, hogyha minden nap ezt hordaná az ember, napi 8 órát, napi 10 órát kiszárítaná, de egyébként, hogyha így váltogatod esetleg egy másik rúzsal, akkor, akkor ezzel nem lesz probléma. Szóval nekem a sínek ez a rúzsa, hihetetlenül, tetszik maga az árnyalat is, de szerintem én más árnyalatokba is meg fogom venni, mert, mert nekem nagyon-nagyon bevált. Van viszont egy termék a sítől, ami meg bekerült a csalódások kategóriába, majd mindjárt jön az is, de előtte még mutatok két olyan terméket, két olyan sminkterméket, ami nekem abszolút kedvenc lett, olyan kedvencek, amik szerintem még esélyesek is az évvégi kedvencek videóba is. És ez a két termék, ez nem más, hogyha esetleg így követitek a csatornámat, akkor sejtitek, ez két megtermék lesz. Most így gyorsan megmutattam mind a kettőt, de kezdjük először az alapozóval. Ez a MAC-nek az új stúdió Radiance Serum Powered Foundation-je alapozója. Le fogom írni a nevét, ez egy szérum alapú alapozó, és tudjátok, az az igazság, én eddig nem igazán voltam jóba a MAC alapozókkal, valahogy így mindig volt valami problémám vele, de ez gyönyörű az arcbőrömön, tartós, annyira fényes csak, amennyire szeretném, mivel, hogy én inkább egyébként ha így választanom kell egy fényes, meg egy mat alapozó közül, akkor én inkább a mat irányba fogok menni, de ennek olyan szép kis természetes fénye van, és nem zsíros, mert hogy nekem ugye kombinált bőröm van, nyáron pláne hajlamos zsírosodásra, úgyhogy nem igazán szeretem a fényes alapozókat olyankor, de ez, ez valahogy úgy van egy nagyon szép belső fénye, hogy, hogy nem tűnik zsírosnak az ember bőre, gyönyörű rajta dolgozni, kevés kell belőle, mégis szépen fed, építhető fedésű, nem ül bele a ráncokba, Értitek, én oda meg vissza vagyok ezért az alapozóért, de nézzétek meg ezt a videómat, be fogom nektek természetesen linkelni, ahol kipróbáltam ezt az alapozót, és akkor ott látjátok, hogy miért beszélek ilyen szuperlatívoszokban erről az alapozóról. A másik termék úgy szintén meg tudjátok nézni, hogy hogyan működik ebben a videóban. Ez a mac ez egy ilyen kis kontúr palettája, Pro Face Palette, kontúr paletta. Látjátok, hogy vannak benne hidegebb és melegebb árnyalatok. Ugye ez tulajdonképpen egy ilyen krémes bronzosítós, krémes kontúr paletta, nyilván attól függően, hogy a melegebb vagy a hidegebb tónusokat használod. Nyilván eldolgozható maga ez a formula, nagyon szép, nagyon jól összeállított színkombináció van benne mutatok nektek néhány szvacsot, jó? Csak így mondjuk egy ilyen ezt a három szint, és tényleg annyira szépen el lehet dolgozni, most ugye csak itt így új kicsit elkenegettem, nyilván ecsette lesz ebben el tudod dolgozni, de, de gyönyörű, ez ugye egy hidegebb, világosabb árnyalat, úgyhogy melyiket nem használtuk, ezt nem használtuk, ez pedig ugye egy kicsit ilyen bronzosabb, középtónus, Úgyhogy ez nagyon, ha egy jó krém bronzosítót keresel, akkor ez az egyik, amit én nagyon jó szívvel tudok ajánlani. Van egyébként egy drogériás, és én nagyon szeretem a Revolutionnek ezt az Ultra Cream bronzerét, úgyhogy az egy jóval olcsóbb termék, de ebben pedig ugye négy árnyalatot kapsz. Szóval én nagyon megkedveltem ebben a hónapban. Ne, és eljutottunk a csalódások termékekig, ahogy mondtam, kettő ilyen termék lesz, az egyikre már utaltam, ez egy sí termék, gondoltam, hogy megnézem ezt a színkorrektor palettájukat, ugyanis az az igazság, hogy a drogériában szerintem elég kevés színkorrektor palettát lehet találni, és mindenki próbáltam keresni alternatívákat, ugye a catrice van egy ilyen korrektor palettája, ami szerintem nagyon-nagyon jó, tehát hogy én azzal abszolút elégedett vagyok, de gondoltam, hogy nézzük meg ezt a sí terméket is, na és ez az, ami egyszerűen nem értek egyszerűen nem értek, mert mindjárt kirakom így a készfejemre. Iszonyatosan zsíros, és iszonyatosan áttetsző. Most ez így nem tűnik annyira annak, de, de egyszerűen ezt tulajdonképpen nem tudott korrektornak használni. Hát ez a rózsaszín mi? Az ott úgy nem is látszik és ez is, ez meg egy ilyen zsíros, krémes réteg, ami nem tudom, szóval, hogy számomra ez ilyen a teljesen használhatatlan kategória, mint hogyha egy ilyen zsírpacni ülne így az arcodon, hogy színben mennyit korrigál. Abban se vagyok biztos, úgyhogy próbáltam ezeket, hogy na jó, akkor mi hogyha nem a színes, hanem ezeket a kicsit világosabbakat használjuk. Ez is ilyen, ilyen, ilyen fényes, zsíros hatású, úgyhogy, úgyhogy én ezt nem tudom nektek ajánlani. És van egy arcápolási termék, ami nekem bekerült a csalódások kategóriába, ez pedig a Revolutionnek ez a 12,5% C-vitamin tartalmazó szérumja. Ezt egyébként ezt hozzá kell tennem, mert lehet, hogy egyébként megromlott. Ezt nem tudom, ugyanis én ezt egy Pink pingpandás rendelésem mellé kaptam egy Mystery Bagben, és azért ott láttunk már olyat, hogy lejárt terméket adtak. Úgyhogy lehet, hogy ez is ezért annyira nem jó, de hogy én ezt tuti, hogy nem fogom megvenni. Egyfelől rögtön, amikor kinyomtam, hát így nem igazán tetszett az illata, de az az igazság, hogy más C-vitamin és szérumnál is már tapasztaltam azt, hogy nem igazán volt jó illata, és ettől függetlenül működött és jó volt maga a szérum, tehát nem volt megromolva, csak van egy erős, egy erős karakteres illatuk. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy nagyon próbáljuk ki. Viszont miután iszonyatosan irritálta a bőrömet, ezek után így nem. Úgyhogy nem tudom, hogy azért irritálta a bőrömet, mert túl nagy százalékban tartalmazza ezt a C-vitamin, azért irritálta a bőrömet, mert megromlott, de az a lényeg, hogy nekem ez így nagyon-nagyon nem tetszett. Úgyhogy, úgy, hogy ez, ez abszolút így sajnos most megy a kukába. Na lányok, hát ezek voltak tehát nekem ebben a hónapban a kedvenceim és csalódásaim. Meséljetek, hogy ti miót próbáltatok ki, esetleg milyen esemény volt, amit így nagyon-nagyon szerettél az elmúlt hónapban. Remélem, hogy tetszett ez a videóm, és remélem hamarosan találkozunk. Sziasztok!